Üdv, emberek! Fantasztikus LED Solar kütyű. Ez körülbelül egyébként egyáltalán nem fontos és nem is szükséges. Lidlibe lehet kapni, kőkemény 2000 forintért. Ennek az unboxingját láthatjátok. Unboxing, ez található benne. Ja. Ebből van 5 darab. Van egy állványa, hogy le lehessen támogatni nagyjából. Természetesen papír van hozzá. Így, ne? Ja, igen. Körülbelül ennyi. És véletlenül mai nap folyamán van egy jó időnk. Az eddig rengeteg eső mellett, és csak a szél betaszította ezébe, betaszította a szélforgóta a gazba. Fantasztikus. Nagyon van mindegy. Na, ezt így lehet összerakni. Íme. És így igen a fantasztikus cuccos. Így van. Hát valójában ez egy LED lámpicskó gyakorlatilag. Egy 5 darabos készlet egyébként, hát a szabvány felépítést tudjátok, tehát úgy töltögeti magát, éjszaka megvilágít, és nagyjából ennyi. Egyébként ez körülbelül arra jó, hogy semmire, mert éjszaka senki nem nézi. De legalább tudjuk, hogy itt van. Tehát nagyjából ennyi a történet. Hát nem tudom, valahova ide kiszórjuk. Aztán ilyen 5 darabos világító testes történet lesz belőle. A régiek egyébként, ami hasonló jellegű volt, az úgy nagyjából mindegyik valamiért szépen megdöglött. Pedig ugye mindennapos használatban voltak, tehát elméletileg az akkumulátornak meg se lett volna szabad halnia, de jó van. Na, ennyit erről az unboxingról. Ezt azért meg napelemes LED lámpák, igen, körülbelül ez van papírban róla, akinek esetleg kell egy kód. Valószínűleg nem. Na jó, hát található benne alkatrész leírás. Kizárólag a megadó típusú elemeket használjuk bele, mert mellesleg nem lehet széjjel szedni, vagy ha széjjel is szeded, a büdös életben nem rakod össze. Úgyhogy mindegy, egyébként az akkumulátor nem cserélhető benne, úgyhogy jó van. Na, ennyit a LED lámpáról. Megnőtt a fű, mint az állat. Már megint. Szörnyű, komolyan. De hát jó van, nem baj, rendezzük ezt is. Intézés alatt. Úgymond. A hangyák elleni védekezésnél kipróbáltam azt a módszertanit, hogy van az a bio egérfogó, egérragasztó, hogy nem tudom micsoda, azt tulajdonképpen tettem a fához, hogy nem a fának a törzsére kentem rá, hanem a fának a tövébe. És hát ugye úgy az a bioragasztó az már nem ment el, gyakorlatilag nem folyt végig a fa törzsén, tehát ott a fa tövébe gyakorlatilag megmaradt. Egész jó védelmet nyújtott egyébként, amíg az eső nem jött el. Aztán utána már annyira nem védett gyakorlatilag semmit, úgyhogy a cseresznyefát ismét ellepték egyébként a hangyák. De állítsd meg, ezt megmutatjuk. Na tehát ugye így a fa tövébe lett behelyezve az a ragacs. Na most főleg forgatva a talaj egyébként egy picit. Ugye a hangyák egyébként azt sem nagyon szeretik, hogyha cseszegetve vannak megbaszogatva. Tehát ugye akkor is azért elköltöznek. De igazából 3 nap alatt sikerült oda kibányászniuk egy utat, úgyhogy ismételten kapnak egy ilyen felforgatást. De hát kb. Ennyi. Aztán még helyezek oda egyébként ragacsot, úgyhogy ismételten majd megkíséreljük megvédeni a cseresznyefát. Ott azért egyébként már piroslik a cseresznye. Úgyhogy ja, nagyjából ennyi. Azért viszonylag jó a védelem. Az is igaz egyébként, hogy
Azért itt még rohangálnak rajta hangyák. Tehát ugye nyilván az eső megakadályozta egyébként azt, hogy ez a ragacs ez tovább működjön. Nem tudom, kéne valami nagyon jó ötlet ilyen szempontból. De jó. Ott fent, ott van egy nagy kupac levéltetűs üze. Ott az. Ott egy szép nagy kupac levéltetűs cuccos. Mindjárt le is hozom onnan. Na, lehúzkodtam. Hát igazából ugye itt vannak azok a levéltetük, amiket a hangyák legeltetnek a cseresznyefán. Hát ezek már nagyon nem fognak ott legelni. Nem is nagyon örülnek a hangyák egyébként. Tehát ez van. Pókica. Életetelken. Na, tehát kb. Ennyi. Ugye, amikor látom, hogy valamelyik ilyen kis izén, kis ilyen levélkén ott vannak, azokat így leszoktam kapkodni. Ezt akkor ezzel jelentősen csökkentem talán a létszámukat. Cicás videó. Ez ilyen neve sincs. Ja, viszonylag új egyébként, meg ahogy elnézem, fiatal is talán. Ez az almafa volt még a védelem egyik célja. De hát ezen egyébként szintén zenész, ugyanúgy ott vannak a hangyák rajta. Úgyhogy megy itt a mászkálás azért szép számmal. Úgyhogy ilyen ragasztós, cuccos-muccost ismételten kell venni. Ugye itt kentem még rá a törzsére, itt annyira nem is mászkálnak egyébként, inkább a másik oldal. Ugye ott, ahol nincsenek ilyen ragacsok. Egyébként megtalálják a lehető legkisebb részt is. Szó volt róla különben, hogy állítólag az ilyen kávézacot nem szeretik a hangyák. Igazából kipróbáltuk. Ez ilyen próba jelleggel. Hát, ugye most az eső egyébként elmosta, de ezt nem kell elhinni. A kávézacon úgy egyébként simán átfúrtak, és mindenféle ezért, mindenféle utat építettek bele, meg egyéb, úgyhogy semmi akadálya nem volt annak, hogy ők a kávézacon átmenjenek. Kb. Ennyi. Beteg a fa. Egyébként be lett fújva ilyen gomba elleni cuccossa. Hát, hogyha. De hogyha nem, akkor ennyi. Itt is látszik. Meg ilyen rovarölővel is le lett fújva egyébként. Meg is ölte ezt az ágat. Kb. Ennyi. Hát szóval beteg. Beteg ez a fácska. Elég rendesen. Hát jó van. Hát szóval nem minden esetben jók egyébként ezek a vegyszerek. Vagy csak nem jó vegyszert használtam rá. Tehát még az is elképzelhető. Persze, hát amekkora kertész én vagyok. Ja, a lépcsőn tervek szerint, ugye, meg akartam növeszteni a füvet lépcsőn, de úgyis járdán. Na, az kb. Most így néz ki. Úgyhogy egész jó. Hát még egy kicsit nő, aztán meg lesz ollózva. Kicsit erősödnek a gyökerek, meg a többik, és akkor összetartja a járdát majd ez a gyökérzet, meg a többi. Ugye ez a támasztó oldal is azért van, mert különben most esőnél itt simán elment volna a talaj. Ennél a konkrétan rengeteg esőnél. Ja, itt is nő a gyöp.
Meg hát akik már régebb óta nézik a videót, azok látták ugye korábban, hogy itt volt egy zsák, meg itt volt még egy zsák. Hát ezt a területet is most már igyekszem fűvel kicsit benövelni. De meg kell mondjam, azért elég nehezen veszi fel a füvet. Itt meg ahol volt a vasasztal, ugye az a terület, az szintén, tehát nem csak a vasasztal, hanem itt volt egy kupac vas, ez hát alig akar befüvesedni, most már harmadjára vagy negyedjére lett bevetve fűvel, de hát jó van. Na, kis kert virágzik, itt valami répaszerű lények, ugye ez az egyik, az meg ott a másik, úgyhogy folyamatban a répázás. Hát ez ilyen próba jellegű egyébként. Nem nagyon veteményezünk, mert különben nem. Igazság szerint annyira nem éri meg egyébként. Kb. Ennyi. Na, jó van. Holnapi nap. Neki indulok kaszálni. Ja igen, a legújabb füvetés, ez meg itt van egyébként. Látszik külön, hogy a fűmagoknak mondjuk ugye az egyharmada az, ami kb. Képes kinőni egy picit. A többi az nem annyira. De hát jó, mindegy, ilyen lesz. Na, holnap kaszálás. Úgyhogy fűcsapkodás fog következni. Úgyhogy tök jó lesz. Most meg kivöködjük ezt a Solar Light-ot. Nem tudom, hova a pinyóbb böködjük ki. Ide? Itt az a problémám, hogy sötét van. Aha. Hát jó. Vagy árnyék. Akkor ki lesz találva. Na, szóval unboxing megvolt, Solar Light, stb. Kb. Ennyi.